Üdvözlök mindenkit, jó reggelt! Csik Norbert vagyok. Be fogok mutatni most egy BMW X5-öst, ami már az új mild hibrid rendszerrel van szerelve. Megkértek, hogy ezt az autót vigyem házhoz és mutassam be háznál, úgyhogy most így ilyen 5 óra valahánykor elindulok, vagy elindulunk, és innen Székesfehérvár mellől indulunk, elmegyünk Veszprémbe, és Veszprémből megyünk Pécsre. Ez több mint 200 km. És gondoltam, kihasználom ezt az alkalmat, és akkor itt csinálok egy olyan videót, hogy ezen a 200 pár kilométeren hogy működik. Megpróbálom bemutatni úgy ezt a rendszert, hogy emberbarát legyen. Mert hogyha utána olvasunk akármelyik könyvbe, nem biztos, hogy elsőre ezt fogjuk érteni, mint amit én most így elsőre csípőből be tudok mutatni egyértelműen érthetően. Bemutatom most az autót. Ő az. Ez a legújabb X5. Őt viszem most megmutatni és eladni. Ami érdekessége, hát ez nem ide tartozik, de erre büszkeségem rávesz, hogy ezt megmutassam. Ezt a fonott ülést, ugyebár ez individuál. Hát ez annyira ritkán található, látható a piacon, hogy ezt meg kell mutatni. Rengeteg ilyen X5-öt adtam már el, és egyikbe se volt ez. Szériától függetlenül 3 és 5 millió forint ennek a plusz bőrcsomagnak az értéke. Díszvarás mindenhol. Na, most mindjárt elindulunk, és lenullázom most a fogyasztást, és meg fogom mutatni, hogy akkor ez a mild hibrid rendszer hogy is működik. Nyilván, amikor vissza kell adni egy autót, mert én rendszeresen csinálom ezt, akkor nekem valahogy haza kell jutnom. És most ő lesz a kísérő autó. Önála is meg fog mutatni, hogy a két autó között van 5-600 kg különbség, meg majdnem háromszor gyengébb. Na, ennek a fogyasztását most akkor lenullázom, és nézzük a két autó közötti különbséget. Akkor indulás Pécs. Na, akkor lenulláztam a fogyasztásmérőt, és akkor szépen indulunk. Úgy kell kalkulálni ezzel, vagy úgy kell értelmezni ezt a rendszert, hogy itt a 88.000 km, annyival az autóban, itt van az, hogy 2,6 km előtt nulláztam le, és amikor van ez a fordulatszámmérő, mindjárt átkapcsolom, mert tudom nézni azt, hogy mennyit spórolok. Na, itt van. 0,4 km jöttem már járómotor nélkül. Onnan látjuk mi a kijelzőről, hogy járómotor nélkül jövök, hogy ez a fogyasztásmérő, ez amit most itt ugrál, és amikor elengedem a gázt és teljesen kiáll nullára, akkor kikapcsolt az autónak a motorját, és akkor elkezd számolni felfele hogy hány kilométert tudok menni járómotor nélkül. Van egy olyan videóm, ahol egy 2022-es X3-at már leteszteltem, de az egy sokkal hosszabb videó, ott érdemes megnézni, hogyha valakit ezt részletesebben érdekel. Az a filmnek a címe, hogy Románia, Erdély, BMW 2022 X3. És ott elmentem 1600 kilométert körülbelül, és amúgy ez olyan okos rendszer, hogyha
hogyha valaki mögé begurulok, akkor automatán ő érzékel, hogy kezdek utolérni egy autót, akkor bekapcsolja a motorféket. Na, 1600 kilométert elmentem Romániába, és abból 450 kilométert járómotor nélkül tettünk meg. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog ahhoz képest, hogy nincsen több száz kilónyi plusz akkumulátor, nincs hozzá ilyen mindenféle töltési lehetőség. Ez egyszerűen a rendszer. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van az autónak egy picivel nagyobb akkumulátorja a csomagtérbe, és ennyi. És semmilyen más dolgot nem igényel. És így, ahogy elveszem a gázt, már rögtön mindjárt itt le kell kanyarodnom, mert tankolnom kell. És most, hogyha valaki egy picit logikusan vezet, akkor most be fogok gurulni még 500 métert. Ez ennyire jó az a rendszer. És nem lehet érzékelni, hogy indul el a motor. Most, hogy elkezdek fékezni, nyilván itt a visszatöltés ott a nulla alatt, az azt jelenti, hogy ki is mozdult nulláról az a fogyasztásmérő, mert elindította a motorját, ilyenkor a fékezést úgy segíti, hogy bekapcsolja a motorféket. És most, ahogy kigyorsulok, így. És már kezdünk utolérni megint egy autót, és minek menjek rá. Fogom, elengedem a gázt, és hagyom begurulni, és megint gurulok. Ez egyetlen egy dolognál nem tudja segíteni, vagy boldoggá tenni az ember életét, hogyha valaki semmi más nem csinál, mint autópályázik és tempomatozik. Mert ugyebár ott nincsen logika, ott beállítom 130-ra a tempomatot és megyek. Ott nem tudok spórolni. De itt, amikor városon kívül, sőt városban még nagyon sokat lehet spórolni, hogyha valaki logikusan vezet. Itt városon kívül nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Most mindjárt megint érek be, most érek be Várpalotára, és igazából ennyi. Mindjárt mutatok még egy kis adatot. 8 kilométert jöttünk el eddig, és abból 3-at már jár a motor nélkül. Na, később félúton még csinálok ilyen részeredményeket, és akkor majd azokat is mutatom. Most indulunk Veszprémből, és két dolgot tud, amikor mi járómotor nélkül megyünk, akkor két dolgot tud megmutatni. Az, hogy hány percet nem járt az autónak a motorja, és hány kilométert tettünk meg úgy, hogy nem járt az autó motorja. Most itt vagyunk egy piros lámpánál, most elindulunk. Mindjárt megmutatom, hogy hány kilométernél járunk. Behajtom így a kamerát egy kicsit, hogy ne fókuszáljon össze-vissza. Na, 15,3 kilométert guruldunk eddig a 43 kilométer alatt. Igazából az egyharmadát, az útnak az egyharmadát azt járómotor nélkül tettük meg. Ez annyira jó autó, vagy annyira jó rendszer, hogyha valaki ezekre hajlamos, hogy az ilyen okos dolgokat szeresse, akkor
késztetni arra, hogy még logikusabban vezessen. És amikor most én is most megyek le, most jön egy ilyen lejtő, és itt útfelújítás van, és akkor fogom, és akkor elengedem a gáz, és begurulok. Vagy mint például a, látom azt, hogy piros a lámpa. A feleségem az rendszerint a piros lámpa előtt 10-20 méterre még a gáz nyomja. Na, hát ő nem érdekli a technika, és nyilván ő így vezet már 10 pár éve, úgyhogy ő megváltozni nem is fog. De hogyha mi fiúk, mi sokkal jobban kaphatóak vagyunk az ilyenre, és most is már mióta gurulunk, jár a motor nélkül, és ezeket lehet használni, és lehet szeretni. Én nekem ebbe a technikába az tetszik nagyon, inkább megválaszolom ezt bővebben, és kitérek egy kicsit. Vannak ezek a zöld rendszámos konnektoros autók, amit hogyha feltöltök, akkor lehet menni vele 20-30-40 kilométert. És ez minden autónak van már, Mercinek, Porsche-nak, BMW-nek, mindegyiknek van. Én ezeket azért nem szeretem, vagy azokat nem szeretem, mert látom a világot, és a világban szereplő embereket, hogy megveszik, és mennyire logikátlanul használják. Autókereskedőként nagyon sok olyant adtam már el, és amikor utána találkozok a vevőkkel, hogy na, mi a helyzet így, úgy, amúgy, mennyit szokta tölteni, hát ő nem szokta tölteni. Na, mert mindig van rá valamilyen válasz, hogy miért nem. Na most is felértünk egy kis domb tetejére, és most itt megint el fogunk minimum 1 kilométert gurulni. Hát teszem oda egy kicsit, hogy lehessen látni, hogy mennyire lassan számol vissza, hogy mennyire jól ki tud gurulni az autó, hogy mennyire kevés a légellenállása. Igazából itt aztán létrejön minden egyes kis apró dolog. Amúgy a fogyasztás az azért 6,6, mert téli kerék van rajt, és ennél, hogyha nyári kerék lenne rajt, akkor egy 4-5-6 decivel még kevesebbet fogyasztana. Na, azért nem szeretem én ezeket a konnektoros rendszereket, amivel el lehet menni 30-40-50 kilométereket akár, mert nem jól használják az emberek. Annak az önsúlya, annak a rendszernek az önsúlya most 2-3-400 kiló plusz. Most attól függ, melyik autóról beszélünk. Viszont az csak akkor jó, és erre nem fektetnek elég hangsúlyt a gyártók. Hogyha tegyük fel, el lehet menni 50 kilométert az autóval, akkor az csak akkor jó, hogyha 100, nagyon maximum 200 kilométerenként fel van teljesen töltve. Mert hogyha nem 200 kilométerenként töltjük fel, akkor utána az már károsabb, mint hogy bent van az autóban. Mivel állandóan cipeljük azt a sok száz kiló terhet. Mert az már egy teher. Mert az addig nem teher, amíg használjuk. De hogyha nem használjuk, akkor az igenis teher. És sokkal többet fogyaszt az autó, ugyebár 3-400 kilométerrel, vagy 3-400 kilóval többlet súlya, olyan, mint hogyha mindig vontatnánk egy kis utánfutót, és na, az emberek ezeket nem jól használják. Mert hogyha 1000 kilométerenként, vagy 500 kilométerenként egyszer feltöltik, akkor hogyha megnézik annak a szerencsétlen autónak a fogyasztását, alapból lenne, mit tudom én, 7 liter, és mivel nem töltik fel, ezért végig 8, meg 8,2-t fog fogyasztani. És ezért csak az válaszol olyan zöld rendszámos tölthetős autót. Most kiérünk mindjárt itt a 4-sávosra. Na, csak az válaszol, aki hogyha tudja, akkor 100 kilométerenként fel tudja tölteni. És visszatérve erre a rendszerre, az a lenyűgöző, hogy nincs plusz teher, nincs semmi, amihez alkalmazkodnunk kell, és mégis ekkora léptékben tudja segíteni a spórolást. És itt nem feltétlen az anyagi spórolásra gondolok, hanem a
hanem a működési elvének van egy sporolása. Na itt lehet látni, amikor itt világít kéken az a pici kis csík, ott kijön nulla alá, az azt jelenti, hogy mi most utolértünk egy autót, mert itt nagy a forgalom, és ő akkor bekapcsolja a visszatöltést. Bekapcsolja a visszatöltést, és ilyenkor, hogyha lassítanak még jobban az előttünk haladó, akkor bekapcsolja még a motorféket is. Pont azért, hogy ne kelljen fékeznem, kevésbé kelljen használni a fékpedált. Na, visszatérve a rendszerre, én azért szeretem ezt nagyon-nagyon-nagyon jól, mert nincsen semmilyen plusz teher, nincs semmi, nagyon minimálissal nagyobb az autónak az akkumulátorja, hogy ugyebár amikor én így gurulok, akkor megmaradjon a lámpa, megmaradjon a szervó, megmaradjon minden funkció, a fűtés, a klíma, minden funkció meg tudjon maradni, amíg én gurulok. És ennyi ez a plusz teher. Ezt az önindító az meg sokkal könnyebb lett, és itt amennyivel az akkumulátor nehezebb, most 5 centivel nagyobb az akkumulátor körülbelül, de ez is modelltől függ. Igazából nincsen súlygyarapodás, és mégis tud egy olyan funkciót ez az autó, a mild hibrid rendszer, amit igenis tapsolni kell, mert ezt a rendszert, ezt tapsolni kell. Az egyik ismerős azt mondta, hogy neki előbb volt ilyen mild hibrides autója, mint nekem. Igazából az első között vette át a BMW-t, ami mild hibrides volt, és azt mondta, ő nagyon logikusan vezet, és a rekordja a 100 km városból majdnem 50 km-t, 47-48 km-t járómotor nélkül tett meg. És nem tartja fenn a forgalmat, nem csinál semmit. Én most itt beértem Litérre, itt Veszprémtől pár kilométerre, és most is el fogunk gurulni, mert enyhén lejtős az út, sőt még fékeznem is kell, mert túlságosan felgyorsulunk. Most is el fogunk gurulni egy kilométert körülbelül. Most, hogy fékezek, bekapcsolta a motorfék, meg a visszatöltés is segített, lehetett ezt látni. Úgyhogy ez, hogyha valaki készítést érez erre a vezetési módra, ezt én mindenkit rábeszélek erre a mild hibridre, mert ez ennyire egy fantasztikus dolog. Mindjárt mutatom, 55 kilométert jöttünk el. Mindjárt kicsit meggurultatom az autót. Az 55 kilométernél járunk 22,2 kilométernél. Hogy annyit nem járt, annyit tettünk meg jár a motor nélkül. Na, Pécs előtt még bejelentkezek összesítésbe. Na már Pécsen vagyok, és az elmúlt 196 km alatt 58 percet nem járt az autó, és 82 km-t gurultunk a majdnem 200 km alatt. Ez egy rendkívül nagyon nagy szám. Így, hogyha valakinek elmondanám, akkor azt mondanám, hogy hihetetlen. De most igazából itt is itt a teljes út, hogy mennyit ment az autó járomotorral és járomotor nélkül 200 km alatt. Pontosabban 197,2 km alatt. És 7,2 az átlagfogyasztás,
Úgyhogy egy kicsit siettem az átlag felhasználóhoz képest, egy kicsit siettem. Hát, így akkor röviden ennyit erről az autóról, majd mindjárt beér anyukám, mert ő jön a másik autóval, a követő autóval, és majd megmutatom annak a fogyasztását is. Szerintem okozok némi kis elgondolkodtatást, hogy mennyire jó ennek az autónak a rendszere. Az autó megérkezett az új helyére, és megmutatom ennek az autónak a fogyasztását, hogy ez hogy alakult. Így alakult. Rövidebb úton tudott jönni, és 6,8. Akkor így remélem tudtam segíteni, megmutatni, hogy mennyire is jó a mild hibrid rendszer, és mennyire szerethető. Viszlát, sziasztok!